Xi Jinping kínai elnök oroszországi útja során egyértelművé tette Vladimir Putyin számára, hogy nem szabad nukleáris fegyvereket bevetni, jelentette ki Joseph Borrell, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője. Számod be az Ukrinform a Financial Timesra hivatkozva. Borrell véleménye szerint a kínai népköztársaság elnökének moszkvai útja biztonságosabbá tette a világot, csökkentve annak valószínűségét, hogy Vladimir Putyin Atomfegyvert vett be. A főképviselő elmondása szerint Xi világossá tette az orosz vezető számára, hogy nem vethet be atomfegyvert, hivatkozva Kína béketervére, amely elítéli az ilyen típusú fegyverek alkalmazását. Borrell egyben közölte, az EU nem látja bizonyítékát annak, hogy Kína fegyverek átadását tervezi Oroszországnak. Pénteken Joe Biden amerikai elnök bejelentette, Kína eddig nem szállított fegyvert Oroszországnak.